Mintegy 10 évig tartó egyezkedést követően végre megkaphatja a román postától az 1907-ben épült Hungária szálló műemléképületét a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat. A rossz állapotban levő ingatlanban jelenleg postahivatal működik, és a tulajdonosnak nincs pénze a felújításra. A román posta most hajlandónak mutatkozik elfogadni az önkormányzat által cserébe felajánlott irodaházat. Az elmúlt évek során több alkalommal is folytak tárgyalások a távközlési minisztériummal annak érdekében, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata átvehesse vagy megvásárolhassa a román posta székhelyeként működő műemléképületet. Ám ez ideig nem sikerült megegyezni. Most azonban hajlandóságot mutat a román posta egy esetleges épületcserére. Sepsiszentgyörgy önkormányzatnak fontos, hogy minden szép régi műemléképület elsősorban jó állapotban legyen. Nyilván, ha lehet, legyen az önkormányzat tulajdonában. A Hungária szállót a román posta használja, és sajnos nagyon lelakták, rettenetes állapotban van. Úgy gondoljuk, hogy az egyetlen lehetőség arra, hogy az a műemléképület megújuljon, az, hogyha átkerül a tulajdonjoga Sepsiszentgyörgy önkormányzatához. Az önkormányzat felajánlotta a városi adóhivatal épületének egy részét. Mindkét fél egy-egy szakembert bízott meg az ingatlanok felértékelésével. Amint a felek közös nevezőre jutnak, megtörténhet az épületcsere. A román posta álláspontját is szerettük volna megtudni, de a Sepsiszentgyörgyi kirendeltség vezetősége hivatalosan nem nyilatkozhat az ügyben. Az tény, hogy a Sepsiszentgyörgy egyik legértékesebb műemléképülete nagyon rossz állapotban van, kívül belül, és aki járt már az épületben, az tudja, hogy ügyfélfogadásra is alkalmatlan. Az ingatlanok cseréje mindkét fél számára előnyös. Az elhanyagolt műemléképület állapota miatt egyébként a postának büntetőadót is kell fizetni az önkormányzatnak. Az önkormányzat pedig felújíthatja a régi patinás ingatlant, és megnyithatja udvarát a belső városmag, szintén régóta tervezett sétáló utcája felé.